Hosszú évekig megszakítatlanul folytak a szeptember végi, október elejé lovas napok itt Karcagon. Tavaly nélkülöznünk kellett ezt a látványosságot és szórakoztató eseményt. Az idén viszont, hogyha jól tudjuk, illetve hogy jól tudjuk, most már ismét lesz. Erről kérdezzük Szepesi Tibort, a szervező városi sportcsarnok vezetőjét. Hát mire számíthatunk és mikor lesz ez a lovas esemény? Köszöntöm én is a televízió nézőit. Igen, valóban 16 alkalommal folyamatosan került megrendezésre a Karcagi Lovasnapok rendezvénye. Sajnos a tavalyi év gazdasági válsága elérte ezt a rendezvényt, így anyagi források hiányában nem került megrendezésre a soron következő lovasnap. Idén hála a támogatóknak 17. alkalommal kerül megrendezésre Karcagon lovasverseny. Igaz, hogy egynapos verseny formájában és csak a fogadhajtóknak tudunk ebben az évben versenyt rendezni, de azt gondolom, hogy óriási dolog az, hogy ez a immár hagyományos lovassport nem kerül elfelejtésre, és ebben az évben, ahogy mondtam is, 17. alkalommal kerül megrendezésre, jövő hét végén, tehát szeptember 29-én szombaton. Ez az, ami magát a lovasnapot jelenti, de összekapcsolódik több rendezvény ezen a hétvégén, hiszen 28-án és 29-én kerül megrendezése több olyan rendezvény, amely a lovasnapokhoz kapcsolódik. Például mi kapcsolódik a lovasnapokhoz? Egyrészt a helyszín, ahol vagyunk, és rögtön adódik, hogy a környezetvédelem kapcsolódik magához a rendezvényhez, 29-én a szombati lovasnapi versenyekhez. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség fog kitelepülni magára a rendezvényre, és azt gondolom, hogy egy nagyon érdekfeszítő és érdekes programok lesznek elsősorban gyerekeknek, illetve a szelektív hulladékgyűjtés iránt érdeklődőknek. Elsősorban különböző játékok kerülnek megtartásra, megrendezésre olyan formában, hogy aki szelektív hulladékot hoz az ott elhelyezett gyűjtő edényekbe, az különböző ajándékokat kap érte, részt vehet az ugrálóvár játékon, illetve egy nagyon érdekes mobiltelefon dobó verseny is megrendezésre kerül. Ha valaki kihoz 5 elhasznált mobil készüléket, akkor egy... Nem árulom el, milyen játékban vehet részt, amelynek a fődíja egy igen értékes számítástechnikai eszköz lesz. Tehát ez kerül megrendezésre szombaton. Ugye természetesen a zuglógeri pályán a fogadhajtó versenyszámuké lesz azért a főszerep. Kettes fogatok, négyes fogatok, vadászhajtás, póni fogatok hajtása. Tehát azt gondolom, hogy mindenki meg fogja találni a számára izgalmas lovasnapi programokat. Ez a szombati nap. De lesz egy bevezető rendezvénye péntek délután a Kossuth téren, illetve a Városházán. Ez elsősorban a lovakhoz és a közlekedéshez kapcsolódik. A kiállításnak és a konferenciának az a címe, hogy a lovas posta kocsitól az elektromos autóig. Tehát megpróbálunk eljutni az egyik gazdaságos közlekedési módtól a 21. század gazdaságos közlekedési módjához. Tehát bemutatásra kerül egy valódi lovas postakocsi, reményeink szerint ki is lehet majd próbálni a Kossuth téren, illetve bemutatásra kerülnek azok az energia igényű járművek, tehát az elektromos bicikli, elektromos motorkerékpár, elektromos autók, hiszen a Nissan jóvoltából egy ilyen autót is megtekinthet majd a kilátogató közönség. És továbbá ehhez kapcsolódik, hogy a Városházán egy igen érdekfeszítő konferencia, amely mindezeket a közlekedési módokat, módozatokat, akár Karcagra, akár Magyarország nagyobb kistérségeire vetítve fogja bemutatni. Megkérdezhetem, hogy mely intézmény, mely szakirányú üzem, vagy bárminek a kutatóintézetnek a gyűjteményéből kerül az ide? Egy nagyon érdekes kapcsolat került felvételre a Bükki kistérségi líder csoporttal. Ez a Bükk-hegységi líder kistérségi csoport. Ők pályáztak az Európai Unióhoz hasonló témában. Ott működik már ez a projekt, tehát a lovaspostakocsi és az elektromos buszhálózat. Ezt próbálják ők bemutatni azzal a lehetőséggel, hogy esetleg Karcagon hogyan lehet ilyet megvalósítani. Na, és így a lovas postakocsin keresztül eljutunk a... Egy év kimaradt. Most már folynak ugye a regisztrációk, jelentkezések. Egy év kimaradt, nem vette ez kedvét, nem szedte kedvét az a lovasoknak
hiszen azért jelentős lovas esemény volt az a karcagi. Mindig van-e már elég jelentkező? Én azt gondolom, igen. Karcagra nagyon szerettek jönni a fogadhajtók, ugye nem véletlen 17. alkalommal, és bízom benne, hogy nagy létszámmal kerül megrendezésre ez a verseny is. Még folyik a jelentkezés, tehát nem zártuk le a nevezéseket. Előzetesen úgy néz ki, hogy nagyon sok érdeklődő van. Bízunk benne, hogy ez a létszám csak növekedni fog. Na, tehát akkor pénteken 28-án, illetve körkezően a szombaton már lovasversenyekkel feltuningolva várnak mindenkit, részben a Városházára, részben pedig az Ugrógerbe. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is.